Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Épületátadó, Tamásiban minden gyereknek jut hely a bölcsödében. Polgári piknik Tolnán, több százan vettek részt a Dunaparti programon. Bornapok Bátaszéken, ötödik alkalommal tartották meg a gasztronómiai rendezvényt. Csiplekkalocsa, paprika piknik, a gasztronómián és a kultúrán volt a hangsúly a rendhagyó rendezvényen. Új bölcsödét adtak át Tamásiban. A Területi és Településfejlesztési Operatív Program alapjából finanszírozott beruházás segíti a fiatalok helyben maradását, ami a térség fejlődése szempontjából kiemelkedő fontosságú, mondta Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője. Az a város, amely bölcsődét épít, van jövője. Ahhoz, hogy a település vonzó legyen az itt élőknek és a betelepülni vágyóknak, ezeket a fejlesztéseket folyamatosan el kell végezni. Mondta átadó beszédében Porga Ferenc, tamási város polgármestere. Ahhoz, hogy vonzó legyen, ahhoz minőségi szolgáltatásokkal kell rendelkezzen. Ilyen minőségi szolgáltatás az, hogy legyen korszerű, 21. század követelményeinek megfelelő bölcsödéje. Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, a kormányzat eltökélt szándéka a gyerekvállalási kedv elősegítése, és az ehhez szükséges támogatások a jövőben is preferenciát élveznek. A kormányzat részéről ez a támogatást is meg kell adni adókedvezményekkel, lakásépítési, vásárlási, felújítási, tehát minden lehetőséget biztosítani kell arra, hogy érezze, aki vállal a gyereket, hogy ő tulajdonképpen, ez még nincs így, de a szándék egyértelmű az, hogy abban az irányba haladjunk, hogy ez így legyen, hogy mindenki jobban járjon, aki gyereket vállal. A Területi Operatív Programból finanszírozott beruházásainknak célja a vidék infrastruktúrája és ezzel a vidéki Magyarország fejlesztése, mondta Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke. A top források megítélésében ezek a tényezők a jövőben is kiemelt szerepet kapnak. Alapvető célja mind a kormányzatnak, mind a megyének, mind a településeknek az, hogy az ott élő embereket, a helyben élő embereket megpróbáljuk megfogni. Ott tartani, ahol élnek, ott érezzék jól magukat, ott dolgozzanak, ott járjanak iskolába, ott járjanak óvodába, ott kapjanak képzés lehetőségeket. Az eddig meglévő kapacitás bővítésével további 28 kisgyerek elhelyezése vált lehetővé Tamásiban. A beruházás 350 millió forintos támogatásból valósult meg. 873 új megbetegedést igazoltak hétvégén idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 815.605 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 12 beteg, így az áldozatok száma 30.098 főre emelkedett. Oltást eddig már 5.841.000-en kaptak. Tolna megyében 8 új fertőzöttet regisztráltak hétvégén, így a járvány kezdete óta összesen 17.876-an kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Több százan vettek részt Tolnán a Dunai Holták partján megtartott családi pikniken. A családi napot a Dunamenti Polgári Egyesület szervezte. A rendezvény keretein belül gyermekprogramok, koncertek és bográsban főzés is várta az ide látogató közönséget. Szombaton Tolnán a Dunamenti Polgári Egyesület gyerekpiknikkel várta a helyi Dunai Holták partjára ellátogató közönséget. Kézműves foglalkozással, ugrálóvára, kutyás játszóházzal kedveskedtek a gyerekeknek. A Tolnai Sárkányhajó Egyesület közreműködésével lehetőség volt kipróbálni az evezést is a holtágon. Azt láttatok ki a hajóba, hogy tetszett? Igen, nagyon. Tetszett? Ültél már ilyen sárkányhajóban? Nem, még nem ültem. És eveztél is? Igen, eveztem. Igen. Milyen távon mentetek? Milyen messze mentetek? Hát úgy. Hát ott nem tudom. A felnőttek sem maradtak program nélkül, bográcsban főttek a finomságok. Bármit lehetett főzni, egy halászlé és pörkölt is került az asztalra. Összesen 13 féle étel készült. A családi napon több százan megjelentek, szerencsére az időjárás is kedvezett a rendezvénynek.
Összesen vagyunk olyan 20-an körülbelül, és a másik bográcsba is főznek, tehát két bográcsba összesen, úgyhogy olyan 5-8-an. Igen, abszolút. Sokaknak a pandémia kitörése óta most először volt alkalma társas összejövetelen részt venni. Az az érdekeltség, akiket én úgy hívtam, az kb. 15 fő. Ezek a korábbi segítőim, illetve olyan barátok, akik jobboldali érzelműek, és örömmel jöttek el, egy ilyen kiváló szép időbe, jól érezzék magukat, baráti körbe elbeszélgetni, egy jót enni, úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez jól sikerült. A tavalyi évben alakult Dunamenti Polgári Egyesület ez évben rendezte meg először nem titkolt hagyományteremtő szándékkal a családi pikniket. A fiatal korosztálytól egészen az idősekig nyújtotta kikapcsolódási lehetőséget az Altaripa szabadidőparkban. Az idei rendezvény elsősorban a gyerekekről szólt. Népi játszóházzal, ugrálóvárral, sárkányhajózással, kutyás mentorokkal várták az ide látogató kicsiket. Egyesületünk tavalyi évben alakult, és nem titkoltan ugye azzal a céllal jöttünk létre, hogy próbáljunk itt a Dunamentén, a dunamenti településeken olyan programokat szervezni, ami fiataloktól az idősekig nyújt szórakozási lehetőséget, oly módon, hogy lehetőség szerint a hagyományainkat, értékeinket ápoljuk, megőrizzük, továbbadjuk. Ezt próbáltuk egybe gyúrni, ennek ma egyik lépése ez a Dupi Gyereknap. A programok késő délutánig tartottak, a nap során több gyerekkoncertre is sor került. 13. havi nyugdíjat és nyugdíjprémiumot kapnak az időskorúak, jelentette ki a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott vasárnap a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt arról beszélt, hogy egy családbarát országban, mint Magyarország, a nyugdíjasoknak is fontos szerepük van. Mint mondta, megtartották a nyugdíjak vásárlóértékét, az inflációhoz kötötték a nyugdíjemeléseket. Ha az infláció magas, akkor a nyugdíjemelések is követik. Ugyanakkor, ha az infláció alacsonyabb lesz a tervezetnél, akkor a nyugdíjasok megtarthatják a különbözetet. Tisztelt nyugdíjas honfitársaink! Fontos, hogy tudják, hogy kitől mire számíthatnak a közéletben, mert a baloldal például elvett önöktől egy 13. havi nyugdíjat, és az egekbe emelte az adókat és a rezsiköltségeket. Mi azonban családbarát Magyarországot építünk. Idén novembertől jövő év június 30-áig a rászorulók továbbra is igénybe vehetik a hiteltörlesztési moratóriumot, jelentette be Facebook videóban Varga Mihály. A pénzügyminiszter azt mondta, hogy a nyugdíjasok, a gyereket várók, illetve nevelők, a közfoglalkoztatottak és azok a magánszemélyek kérelmezhetik a hitelmoratórium jövő nyári történő meghosszabbítását, akiknek az előző évhez képest csökkent a jövedelmük. A vállalkozások esetében azok kérhetik a hosszabbítást, akiknek az árbevétele legalább 25%-kal esett az előző évhez képest. Fontos, hogy azok, akik hosszabbítani szeretnék a moratóriumot június végéig, erről a jogosultsági feltételek fennállása esetén nyilatkozniuk kell majd a bankjuknál. Tehát a bennmaradás nem automatikus. Annak érdekében, hogy az érintetteknek legyen kellő ideje nyilatkozni a hitelmoratóriumban maradásról, a hitelmoratóriumot változatlan formában 2021. október 31-ig meghosszabbítjuk mindenki részére. A Tamási Rendőrkapitányság második alkalommal rendezte meg a Tóth Csaba emléktornát, aminek során az egyenruhások egy elhunyt kollégájukra emlékeztek, akinek nagyon fontos volt a közösségépítés, a mások irányába tanúsított empátia. A torna tétje az a vándorkupa volt, melyet ezidáig a TMRFK őrzött, a legutóbbi torna trófeájaként. A délelőtt folyamán 6 csapat mérkőzött meg egymással a Tamási Német László városi sporttelep műfüves pályáján. A Tamási Rendőrkapitányság szervezésében második alkalommal rendezték meg a Tóth Csaba emléktornát. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság, illetve az öt megyei kapitányság részvételével zajlott a futballkupa, ahol a csapatok 2x15 perces mérkőzéseken vívtak meg a vándorkupáért, tudtuk meg Kuti Istvántól, a Tamási Rendőrkapitányság vezetőjétől. Főhajtás egy kiváló kollégánknak, Tóth Csabának, aki évtizedekig dolgozott a Tamási Rendőrkapitányságon, nyomozó alosztályvezetőként. Megyei szervezésben nem ez az egyetlen emléktorna, ahol egy társuk emléke előtt tisztelegnek a pályára lépő rendőrök. Tóth Csabának, a Tamási Rendőrkapitányság egykori munkatársának mindig fontos volt, mind a munkájában, mind az életében a közösségépítés, a csapatmunka, hangsúlyozta Bognár Szilveszter, akivel hosszú évekig dolgozott együtt. Csaba nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt, egy igazi kolléga, egy igazi kollektívát szerető ember, így a focira utalva egy kicsit csapatjátékos, nagyon gyorsan
sikerült beilleszkednem a Tamási kapitányság környezetébe, és a Csaba ebben nagyon nagy segítségemre volt. Ő az az ember volt, aki a rendőri munkát mindenek fölé helyezte, ugyanakkor olyan szinten ismert a várost és a munkájához tartozó területet, hogy nem volt olyan kérdés, amiben ne tudott volna segíteni. A csapatok nem készültek külön edzésekkel az emléktornára, a rendőrkapitányságok igyekeztek a legjobbakat kiválogatni, akiknek van futballmúltjuk, vagy életük részét képezi ez a sport. Jókat játszunk, és közben már nem úgy gondolunk erre a mai napra, hogy vetélytársak vagyunk, hanem mint barátok egy délutáni jó kis rangadót vívunk egymással. A Tamási rendőrkapitányság szervezésében lezajlott jó hangulatú második Tóth Csaba emléktorna vándorkupáját ezúttal a szekszári rendőrkapitányság csapata vitte magával. Súlyos sérüléssel járó baleset történt pénteken este Pakson. A város négysávos útján egy Budapest felé haladó kocsi sofőrje balra akart kanyarodni, azonban nem vett észre, hogy vele szemben egy másik autó közlekedik. A két kocsinak az eleje csapódott egymásnak, a járművekben hárman utaztak, úgy tudjuk, a vétlen sofőr utasának eltört a sípcsontja. Közeledik a gépjárműadó második részletének befizetési határideje, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó bevételi számláról szóló dokumentumok kézbesítése áprilisban befejeződött. Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű üzemben tartó érintett, ennyien kaptak elektronikusan vagy a postástól személyesen átvehető hivatalos iratot. A gépjárműadó második részletét szeptember 15-éig kell befizetni a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlájára. Banki átutaláskor a közlemény rovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni. Ötödik alkalommal rendezték meg a bátaszéki bornapokat. A város egyik nagy volumenű rendezvényének első eseményeként hivatalosan is megerősítették a már 25 éve fennálló testvértelepülési kapcsolatukat Ditróval. A háromnapos programsorozat során számos fellépő színesítette az eseményt, többek között a helyi hagyományőrző egyesületek is. Szüreti felvonulók ünnepeltek Bátaszék utcáin az 5. bátaszéki bornapokon az elmúlt hétvégén. Az ünneplők szőlővel, borral és különböző házi süteménnyel kínálták a nézőket, illetve a hagyományőrző csoportok is megmutathatták magukat. Fogadd az ország koronáját, amelyet ugyan a püspökök méltatlan keze helyez fejedre, mégis tudjad, hogy a kifejtett erő hatását jelképezi. Ezt követően a felvonulók elfoglalták helyüket a Romkert udvarában, ahol korabeli koronázási ceremónia kezdődött. A résztvevők II. Géza király és Eufrozina királyné megkoronázását tekinthették meg. A város 3 évtizede állít emléket annak, hogy az uralkodó megalapította a ciszterci apátságot Bátaszéken. Szerintem ez egy nagyon szép dolog és egy nagyon szép hagyomány. Én nem tudom, hogy az országban van-e még olyan gimnázium, ami csinál ilyen rendezvényeket, és ez így a bornapokkal egybe van kötve, tehát ez így még jobb, én örülök ennek, és úgy mond, hogy én lehettem ennek a középpontjába ennek is. A koronázási szertartás után a helyi és a környéki néptánc egyesületek léptek fel a vásártéri színpadon. Mindezek alatt a különböző szekszárdi és bátaszéki borokat kóstolhatták a résztvevők. Mindegy, a jó bornak fehér is, vörös is. Minden korosztály talált magának programot, a gyerekek számos vásári játékot próbálhattak ki. Most megyünk a barátnőmmel dodzsemezni, utána majd elmegyünk egy körhintára, utána meg trambolinozni fogunk. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, másfél év után örömmel tölti el, hogy a város megtarthatta az egyik nagyszabású eseményét. Itt a 3 nap alatt összejönnek a barátok, a régi jó barátok, ahogy a nótában is mondjuk. Úgy tervezik már a családok a családi programjaikat, eseményeiket, hogy tudják, hogy szeptember 2. hétvégén bornap van. Lejönnek, osztálytalálkozókat szerveznek ilyenkor is, és ilyenkor tényleg önfeledten tudnak kikapcsolódni és beszélgetni. A programsorozat 3. napján pedig sztárfellépők szórakoztatták a résztvevőket. A járvány miatt a nagyszabású Paprika Fesztivál helyett egy 3 napos kisebb rendezvényt szerveztek Kalocsán. A Csiplek Kalocsa Paprika Pikniken a sokszínűség és a gasztronómia dominált. Volt itt főzés, gyerekprogram, ugrálóvár, koncert, az ötlet gazda a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Célja, hogy olyan márkát építsen, mely az ország 5 legnagyobb gasztrofesztiválja közé emeli a kalocsai rendezvénysorozatot.
Szombat délelőtt a kalocsai érsekkertben felállított szabadtéri színpadoknál többen gyülekeztek a koncertek és zenés produkciók előtt. Volt, aki családdal érkezett, és a zenés-táncos produkciókat várta a legjobban. Talán az esti koncerteket és az esti Magyar Néptánc Együttesnek a bemutatóját. Közben a baráti társaságok főzni kezdtek. A bográcsoknál incsiklandozó illatok szálltak, az ételeket pedig bárki megkóstolhatta. Egy volt bennük a közös, a kalocsai őrölt paprika. Font Sándor Bács-Kiskun megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is kivette a részét a főzésből. Ő egy borjú paprikást készített 25 kg húsból. Azt mondta, a paprika piknik a térség szempontjából fontos rendezvény, amely felhívja a figyelmet arra, hogy itt termesztik az ország legjobb minőségű paprikáját. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tárgyilagosság, az őszinteség és a szakmaiság föltétlen kell ahhoz, hogy ez a termesztési környezet megmaradjon, szenzációsak az adottságok Kalocsa környékén, ezt mindenki tudja, és hogy a hírnév is párosuljon, hogy igen, ha én kalocsai paprikát veszek, akkor az a legjobb. Ezt kell a magyar fogyasztók fejébe elültetni. A háromnapos rendezvény lebonyolításáért felelős Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Célja az volt, hogy olyan márkát építsen, amely az ország egyik legjobb gasztrofesztiválja közé emeli a kalocsai programsorozatot, mondta el Zsikó Zoltán, ügyvezető igazgató. Ha a gulyásról, vagy a pörköltről, vagy a paprikás ételekről beszélünk, úgy általában, akkor mindenki azt gondolom, hogy Magyarországra fókuszál. Viszont ha a paprikáról beszélünk, akkor mindenki Kalocsára fókuszál. Tehát tényleg minden adottsága megvan a településnek ahhoz, hogy kitűzzük magunk elé reálisan azt a célt, hogy ez a rendezvény az Magyarország 5 legnagyobb gasztronómiai fesztiváljai között kapjon majd a jövőben helyet. Filvig Géza Kalocsa polgármestere kifejtette, mindent elkövettek annak érdekében, hogy egy minőségi programot állítsanak össze, ahol minden korosztály megtalálhatta a számára érdekes szórakozási lehetőséget. A paprika piknik helyszíneire pedig a szabályok miatt csak védettségi igazolvánnyal lehetett belépni. Ahogy ígértük, minőségi szórakozást a kalocsai embereknek, ezt a lehetőségét megadjuk ezzel a mostani programmal úgy, hogy a két hungarikumunk előtt is tisztelgünk, mind a fűszérpaprika, mind a népviselet előtt, mind a kettő nagyon jelentősen megjelenik itt a pikniken. Hagyományt is őrzünk, szórakozunk, jó beszélgetéseket folytatunk. Szombaton este a kalocsai repülőtéren Hanvai PG melegítette be a közönséget, majd a Halott Pénz adott koncertet. Vasárnap a Viharsarok Táncszínház, valamint különböző hagyományőrző egyesületek műsorát lehetett megtekinteni az érsekkertben felállított szabadtéri színpadon. Végül a Magyar Nemzeti Tánc Együttes lépett színpadra a Kalotaszek című műsorukkal. Regionális híreink következnek. Közgyűlési határozat és Pécs Pride rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményeznék pécsi képviselők. Napelemes fűtés, 200 milliárd forint keretösszegű pályázat nyílik a családok számára. Napsütés, magas cukorfok, jó minőséget és kevesebb mennyiséget várnak a szőlőből. Rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte pécsi képviselőket csoportja pénteken. A meleg felvonulásról kellene ezen állást foglalniuk a városvezetőknek, ugyanis az önkormányzat által rendelt felmérésből is kiderül, hogy a pécsiek 60%-a nem támogatja a felvonulást, mondják a kezdeményezők. A rendkívüli ülés összehívását 7-en támogatták, ami több, mint a törvényben meghatározott. Ezért kötelezően össze kell hívni a testületet, mondták stábunknak pénteken. Indítvány sürgős rendkívüli közgyűlés összehívására. Ezt a dokumentumot nyújtotta be pécsi képviselők egy csoportja pénteken a jegyzőhöz. 7-en csatlakoztak hozzá. A testület tagjainak egy negyede szükséges ahhoz, hogy kötelezően összehívják az ülést a törvény szerint. Ez a szám megvan, mondta Kővári János. A Pride-dal kapcsolatban kezdeményezték a közgyűlés összehívását. A közgyűlés pedig foglaljon állást ebben az ügyben, hozzon olyan határozatot, amiben felszólítja a szervezőket, hogy tekintsenek el ettől a provokációtól. Ez nem azt jelenti, hogy az ő egyhetes programjukat le kellene mondaniuk, hiszen tudjuk, hogy több elemből áll ez a program, egész nyugodtan megtehetik, senkit nem zavar, hogy ők különböző helyeken összejönnek és beszélgetnek erről a témáról, a társadalmi témáról. Ami zavarja a pécsieket, az a Pride felvonás, minket is zavar, és ezért adtuk be ezt a
rendkívüli közgyűlési kérést. A Pécsi önkormányzat által megrendelt felmérés is azt bizonyítja, hogy a baranyai megyeszékhelyen élők többsége nem akar felvonulást. Ezt tiszteletben kell tartani, mondja a képviselő. A pécsieket meg kell hallani. Ők azt a választ adták a feltett kérdésre, hogy nem szeretnék a Pride felvonulást sem a belvárosban, sem Meszesen, sem Újhegyen, sem sehol máshol. Hiszen ugye az egész város lett megkérdezve erről. Magyarul akkor lennénk mi pécsiek elégedettek, mondhatom a 60%-nyi pécsi polgár nevében, hogyha a polgármester beleállna ebbe a kérdésbe, ahogy illik egy polgármesternek, és megkeresné a szervezőket, és arra kérni őket, hogy tekintsenek el a felvonulástól. Semmi szükség botrányra ebben a városban, amelyik egyébként egy békés város. A szabályozás szerint a benyújtástól számítva 5 napon belül kell összehívni a rendkívüli közgyűlést. Így még az esemény előtt lehetne határozatot hozni. Mint ismert, szeptember 18-án tartanák a szervezők a pécsi Pride felvonulást, ahol a történelmi belvárosban, a Király utcán és a környező utcákban egészen a Szent István térig tartana a menet. Lakossági napelemes és fűtési rendszerek képítését támogató több mint 200 milliárd forint összegű visszanemtérítendő pályázat nyílik meg ősszel. A pályázatot november 15-től lehet benyújtani régiónként eltérő időszakban. Az első ütemben több mint 100 milliárd forint áll majd a lakosság rendelkezésére. Több mint 200 milliárdos napelem pályázatot hirdetett az ITM, a minisztérium pedig kikéri az emberek véleményét is. Egy pályázat tervezetet felraktunk a honlapra, amire várjuk az érintettek észrevételeit szeptember 12-ig, és november 15-én írnánk ki az első körös pályázatot. Ez egy 100 milliárd forintos első kör lenne, a 200 milliárdnak a felét írnánk ki novemberben. Regionális bontásban egy hetes csúsztatással írnánk ki, hogy a rendszer ne legyen túlterhelve, és akkor ezekből a projektekből már azt várjuk, hogy akkor jövő év elejére, nyarára már konkrét megvalósult projektek fognak rendelkezésre állni a családok részére. Alapvetően háztartások, családok jelentkezhetnek erre a pályázatra. 4.850.000 forintos egyfőre jutó bruttó jövedelem alatti családok és háztartások jelentkezhetnek, és az is még egy nagyon fontos előfeltétel, hogy olyan legyen az ingatlan, amire a napelemeket fel lehet telepíteni, hogy az ne igényeljen extra beruházást, azt nem fogjuk tudni támogatni ebből a pályázatból. Steiner Attila hangsúlyozta, ez lenne az első nagyszabású lakosságnak szóló klímavédelmi pályázat. Nagyon nagy már most is az érdeklődés, nagyon sok észrevétel érkezett, és számításaink szerint ez kb. 35.000 családnak fog majd pályázati lehetőséget nyújtani. Itt alapvetően két csomagot ajánlunk föl a háztartások részére, úgymond csak napelem telepítés, illetve egy komplexebb csomag, ami a napelem telepítést egy fűtés korszerűsítéssel kombinálja, egy akkumulátor, egy nyilászárócsere, illetve egy hőszivattyúra vagy elektromos fűtőpanelre történő áttérés, és akkor mindezt az adott háztartás, az adott ingatlan tetején meg is tudja termelni az ehhez szükséges villamosenergia egy jó részét. Számítások szerint ez mintegy 35.000 háztartást érintene, és alapvetően a családosokat és az ország átlag jövedelemnél kevesebbet kereső háztartásokat célozná meg. Jót tesz a szőlő minőségének a szeptemberi napsütés, viszont az aszály miatt kevesebb termésre számítanak a borászok. Derült ki az Egyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézetében pénteken. Születi bemutatót tartottak, ahol új fajtákkal is megismerkedhettek a résztvevők. Az intézet célja, hogy a kártevőknek ellenálló fajtákat nemesítsenek, így csökkentve a növényvédőszerek használatát, valamint olyan fajtákat vezessenek be, melyek jobban tűrik a szárazabb időjárást. Jót tesz a szőlőnek a szeptemberi napsütés, jó évjáratra számítanak a borászok, tudtuk meg a Pécsi Egyetem Kutatóintézetének főborászától. Magas cukorral érik a szőlő, és ehhez nagyon magas sav társul, és relatív alacsony pH, úgyhogy kimondottan friss, üde, élénk borok lesznek. Ami azt jelenti, ahol bársonyosságot szeretnénk, vörösbornál ott lehet, hogy hosszabban kell érnie, és még megfontoltabban kell a szőlőre koncentráltan
meghatározott szüreti időpontot, nem pedig a rutin követve. Azonban az aszály miatt nem lesz nagy mennyiség szőlőből, bár ez a bogyos gyümölcs jól viseli a kevés csapadékot, mélyre nyúlnak a gyökerei. Idén azonban nagyon kevés volt a csapadék utánpótlás. Erről és az új fajtákról is szó esett a Szőlészet és Borászati Kutatóintézet szüreti bemutatóján pénteken. Új fajták és régi új fajták fognak előkerülni, amik a szárazságot jobban tűrik, az ilyen stresszt jobban viselik, és mellette megfelelő minőségű és mennyiségű termést fognak hozni, amiből utána a borászok profitálni tudnak. Ezekben úgy gondolom, hogy mi segíteni fogunk tudni a for profit szektor tagjainak. Akik kérdezhettek a szüreti bemutatón. Fontos irány a kártevőknek ellenálló, vagyis rezisztens fajták nemesítése, mivel a szőlőkultúrák igénylik a legtöbb növényvédőszert a mezőgazdaságban. A felhasznált vegyszerek mennyiségét lehet csökkenteni az ellenállóbb szőlők nemesítésével, majd elterjesztésével, mondták a kutatóintézetben, ahol 1800 fajta szőlő örökítő anyagát őrzik. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt ma a híradó. Épületátadó, Tamásiban minden gyereknek jut hely a bölcsödében. Polgári piknik Tolnán, több százan vettek részt a Dunaparti programon. Bornapok Bátaszéken, 5. alkalommal tartották meg a gasztronómiai rendezvényt. Csiplekkalocsa, Paprika piknik, a gasztronómián és a kultúrán volt a hangsúly a rendhagyó rendezvényen. Kedden lényegi változás még nem valószínű, nyárjasan meleg, napsütéses idő lesz jellemző. A napsütés csak kevés áttetsző fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja helyenként. A hűvösebb hajnali órákat követően délután az évszakos átlagnál jóval magasabb, plusz 30 fok körüli maximum hőmérséklet ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!